Üdvözlök mindenkit, Vegere Györgyöt, halljátok, és élőben jelentkezünk. Nem is tudom, mennyi az idő, szerintem ilyen hajnali fél egy lehet. És hát most megmutatom nektek azt, hogy milyen, amikor sívának hasi problémája van, tehát honnan ismerem fel azt, hogy, hogy valami gondja van a hasával, jól van síva. Szerintem bónusz azt kell majd neki megint adni, ugye a gerincsérülése miatt neki nem csak a pisével ugye a vizelettartásával vannak gondok, hanem nagyon sokszor ugye az emésztése sem olyan neki, sokszor van neki ugye az, hogy higabb a széklete, és most nagyon érzem, nagyon látom a síván azt, hogy nyugtalan, mindig így kezdi egyébként, hogy néz szétfele, össze-vissza, látszik rajta, hogy hogy diszkomfort érzete van, jól van síva, semmi baj. Ilyenkor bármennyire is próbálom őt bevenni magam mellé, ö, nem szereti, tehát nem jó érzés neki. Síva, gyere ide, gyere ide életem, gyere. És hát szerintem, ö, hát ma is hajnalik fent leszek vele, és mivel ez már a második eset a héten, ugye kap, ö, Uh, ugye táplálékkiegészítőket kap, ugye bónuszasszingens ilyenkor, és uh, probiotikumot is adok neki, de amikor azt uh, látom rajta, vagy ilyen sűrvebben megjelenik nála ez a pontosabb, akkor mindig a biztonság kedvéért elviszem orvoshoz. Láthatjátok ti is, hogy nagyon nyugtalan, nem igazán találja a helyét. Figyelj, Siva, hiába mész oda Liliánához, ő nem tud neked segíteni. Gyere ide! Sivácska, gyere ide! Gyere! És olyan, mintha szégyelné magát, úgy sajnálom. Gyere ide, Síva! Gyere! Gyere, feküdj le szépen, gyere! Gyere ide a helyedre, jó? Gyere, baba! Na, tehát egy gerincsérült kutyával azért nem olyan könnyű a, az élet. Úgy, feküdj le oda, jó? Ott a párnán, Úgy. Nem baj, ha összekakálod, betesszük majd a mosógépbe, jó? Síva, Látom, hogy azért itt vagytok velünk. Feküdj le szépen. Jó, van, Próbálom őt megnyugtatni. Gyere, van ilyen. Hm? Jó, van. Nem tudom, hogy mi okozza -e egyébként nála ez, de... Jó, van. Nem tudom, látjátok -e egyébként, mennyit lehet. Eszik rendesen, itt kérdezi az Anita, hogy hogy egyébként eszik-e rendesen Sivalina. Jól van, nem kell szégyelni magad. Úgy sajnálom tényleg, hogy ugye bekakál, és ő ezt tényleg olyan, mintha szégyelné. De én nem problémaként, vagy nem úgy élem meg, hogy ez milyen nagy gond. Drága Sivalina, nyugodj meg. Én most már azt látom egyébként rajta, hogy nem olyan nyugtalan, mint amikor az élőadás elején bejel, bejelentkeztünk. Jól van. Jól van, de itt vakarja, igaz? Ezt mindennél jobban szereti. Igen, itt Anita nem sem miért kérdezte egyébként, hogy eszik-e a síva, mert ugye a nagy gond az akkor van egy kutyánál, ugye mindig azt szokták mondani, ugye közhely, de igaz, hogyha nem eszik, nem iszik étvágytalan levet, de azért ez mégis a biztonság kedvéért jobb, hogyha kivizsgáltatom, hogy mi okozza nála azt, hogy mostanában nem olyan a tápláléknak a felszívódása. És ez azért az általános fizikai állapotán azért sokat ronthat, gondoljunk csak bele, azok a vitaminok, ásvány ö, anyagok nem tudnak úgy felszívódni, ami az ő egészségéhez kell. Itt írja valaki, hogy imádlak, Síva, is nagyon, aha, aha, most is oda, oda. Jól van, Síva, nincsen baj. kapcsolom a tévét, hát ha úgy mamóik már egyébként alszanak. Sima, nem láttad a távirányítót? Nem is kellett. Na, így talán jobban látjátok őt. Én látom nálatok is jó egyébként, biztosan van valami emésztő rendszeri probléma nála a vidmareggel orvoshoz, írja Kata, hát ez lesz, orvoshoz fogom vinni. Most figyeljétek meg, hogy egy picit itt, itt lesz. Jó van, nincsen baj, Balerina. És akkor utána megint ezt fogja éjszaka most uh, játszani. Stressz is tudja okozni, illetve bérrendszere nem jó. Hát stressz nincs neki netti az életében. Tehát ő nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott életet él. Hát ez a baleset és a gerinc törése. Ez sajnos megpecsételi. Bütyöknek is szokott ilyen lenni, nyugtalanság hasvály, és nospát adok neki olyankor egy szemet. Hú, Anita, ez nekünk nincs itthon most, de akkor én ezt majd beszerzek ilyen esetekre, is köszi, hogy ezt leírtad. Te mit láttok egyébként, Siván? Én most azt látom, hogy már egy picit nyugodtabb. Lehet, hogy el is fogaludni, aludni. Ott fekszik a bebina is bent, a másik oldalon. Jól van, Sivalina, nincsen gond. Azért ez nagyon jó érzés, hogy ö, ti is így odafigyeltek és aggódtok Siváért. Szerintem tényleg most már szintabletta is ö, segít, írja itt ö, valaki. Kérdezi András, hogy mi történt vele. András, úgy kezdtem az élőadást, hogy lehet, hogy te csak most kapcsolódtál be, hogy Sivának a héten ez már a második olyan estéje, hogy nem nagyon alszik. Nyugtalan, folyamatosan húzza magát, járkál, és pont azt beszéljük, hogy a délelőtt folyamán el fogom vinni őt orvoshoz. Ugye a gerincsérülés, a bénulása miatt neki. Nem csak vizelettartási problémája van, hanem sajnos gyomor problémája is. Esetleg még táplálék alergia okozhatja. Én is erre gondoltam, Anita, hogy valami táplálék alergia lehet. Hát én mindent meg fogok tenni azért, hogy ennek utána, jár, utána járjunk. Természetesen ugye labordiagnosztikai vizsgálat lesz. Meglátjuk, hogy mi okozza Sívánál ezt a problémát. de nagyon érdekes, hogy uh, írj itt valaki, hogy az látszik, hogy siva szemeiben, hogy nagyon bízik benned. Én megmondom nektek őszintén, lehet, hogy nem kellene ezt kimondani, de engem nem érdekel azt, tehát, hogy én amikor így beteg, akkor is beszoktam rakni a, az ágyba, vagy nem érzi jól magát. Uh, tehát az milyen tréj lenne, már nem tudok szebb szót, hogy milyen eljárás lenne, hogy azért, már most beteg így, nem kerül be az ágyba, tehát ugyanúgy mellettem fogaludni. Természetesen, ha ő le akar menni, akkor majd lerakom. De azért már most ugye nagyobb az esélye, hogy majd megy a hasa vagy menni fog a ezért ő nem kap még külön büntetést. Dropaverin ugyanaz a hatóanyag, mint a nosmának, csak jóval olcsó. Váltottál-e nála tápot esetleg, vagy a megszokottat kapja? Nem váltottam nála tápot, csak mivel azt vettem észre rajta, hogy, hogy unja simán azt a gyújt tápot, amit kap, ezért így bele szoktam, vagy bele szoktunk neki keverni ilyen, mondjátok már ilyen konzervet, kárnó vagy mi a neve a konzervet, tehát jó minőségű. Lehet, hogy ez okozhatja, de mondom, nem nagy mennyiségben teszem hozzá ezt a konzervet, tehát nem, nem, nem hiszem. Itt kérdezi a Csaba, hogy hasmenése is van. Valamelyik nap volt hasmenése, ö, ugye, amit mondtam, hogy nagyon nyugtalan volt, most egyelőre nincs, de az látszik rajta, hogy, 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 hogy nyugtalan csikar hasa, bár most tényleg már inkább az látható, hogy, hogy mintha kezdene megnyugodni, és elaludni. Igen, Viki írja. Az élőadás előtt, aki ugye bekapcsolódott, ez láthatta, Síván inkább, hogy. hogy nyugtalan volt. Na, hát holnap akkor elvisszük őt. Orvos, ez is akkor majd kiderül, hogy e, mi az oka. És mit tettek a változtas? Hát, sívánál nem olyan könnyű a e, változtatás, mert akármilyen tápot, ugye ő nem kaphat. de majd az orvosokkal egyeztetünk, és akkor kiderül jobbulást, nagyon szeret téged. apád, hamar megnyúgyó szírja itt, Stella, és jobbulást a kis drágának. Na, mai nem tudod elvinni ügyeletes állatorvos klinikára, hogy reggelig ne kelljen várni, kérdezi a, a, a Boglárka. figyelj, Bogi, mivel az látható, meg ugye evett is, ivott is, tehát hogyha ugye azt, azt látnánk, hogy rajta, hogy nem jó vagy azt fogom látni rajta, hogy nem javul az állapot, akkor természetesen azonnal ügyeletre fogom vinni őt, de ha tényleg most uh, ilyen nyugodt állapotban marad, akkor szerintem reggelig akkor megvárjuk a reggelt. Itt van uh, Ferenc is, Sívú a névrokon. Üdvözöljük kedves Ferenc itt az élő adásban, és jobbulást kíván neked. Meglátjuk, hogyha nem érzi jól magát az éjszaka folyamán, akkor természetesen ügyeletre fogjuk vinni sívát. A konzerv nem nagy mennyiségbe kapja a tehát a konzerv okozhat hasmenés nála Inkább zöldséget adnék neki hozzá, az segíti az emésztés, és az időjárás is rá, tehát biztosan érzékenyebb rá, írja. Alexandra. Egyébként azt, hogy milyen zöldséget keversz hozzá, azt leírhatod itt nekünk a, az élőadásban. Közben itt kérdezi Évi, hogy mi a baj a Sivalinának, ugye gyomor problémája volt a héten, ez már a második éjszakánk, de hála jó Istennek úgy tűnik, hogy most lehet mégsem kell vele végig, végigvírasztani reggelig. Írják itt, hogy nem könnyű, de... Ugye egy ilyen beteg kutya, mint Siva, nagyon sok időt igényel. Igen, itt többen írják, írjátok azt, hogy a, az időváltozás is okozhatta a gondot. Na, mivel Siván azt látom már, hogy el is aludt. Szia, Balerina, rögtetem a gyógypuszikat. Köszönjük neked, Zsófi. A sejmek is alszanak már, ha pedig azt látom rajta, hogy nyugtalan nem érzi jól magát, akkor még ma éjszaka orvos vár ránk. Ha híg lesz a szédlete akkor vitt kórházba. Így van, írja Csaba is. Természetesen, hogyha azt látom rajta, hogy nincs jól Sivalina, akkor irány a kórház. De holnap reggel száz százalék, hogy megyünk, és megvizsgáltatjuk Sivalinát. Én megköszönöm a késő esti esti a hajnali figyelmeteket is, és szurkoljatok, hogy minden rendben legyen balerinával. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok!